Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az elvonulásunk záró tanításán. Mondjuk el az Om Nam Mantrát hétszer. Om <Szorítás> Nam. Ültél három hónapot, három napot, vagy csak három percet? Ennek a jelentését felfoghatod. Ülhetsz három világkorszakot, három életet, és akkor sem fogod föl a jelentését. Hallod a madárdalt? Látod az embereket magad körül? Akkor a zenbot és az ütés betöltötte a feladatát. Miért vagyunk itt? Azért az egyévállásért, letisztulásért és megerősödésért, amelyet annyi úton annyian keresünk. És hogyha nem találjuk meg, akkor úgy tűnik, hogy nincs értelme az életnek. Úgy tűnik, hogy nincs irány, amelyet követhetnénk. És az ember, mint a legkíváncsibb állat ezen a Földön, addig keresünk, ameddig meg nem találjuk. Addig gyakorlunk, amíg el nem érünk valamit. Ha három hónap után azt hiszed, hogy elértél valamit, hatalmas hiba. Ha azt hiszed, hogy nem értél el semmit, az is hiba. Nézd meg, mennyi mindenen megyünk keresztül az életben. Az elején, amíg gyermeki a tudat, nem tudunk a felnőtt világról. Ahogy növünk fölfelé, egyre többet tudunk, és ez a tudás kilendít a komfortzónánkba. Aztán rájössz, hogy a tudás is kevés, és mész a tapasztalat felé. És a tapasztalat eljuttat odáig, ami már nem név és nem forma, nem keletkező vagy megszűnő. Ez a 180 fok a zen körön, ez a megmagyarázhatatlan, a szóba foghatatlan, ahol minden azonosulás megszűnik, a különálló énség megszűnik, és amennyire szóba foghatatlan és tudhatatlan, annyira nélkülözhetetlen. Ha ez a tapasztalás nincs meg, soha nem szabadulunk meg a karmánktól. Soha nem nyerjük vissza eredeti teremtő pozíciónkat, és nem tudjuk az enkör 270. fokán átalakítani a karmánkat, és olyan emberré válni, akivé szeretnénk lenni, Miután a magunk és mások szempontjait figyelembe vettük. A nulla foknál csak a baj van. Csak a panasz van. Csak a problémák vannak, és a világ borzasztó. És mindenki valahol más csinál, mint amit én szeretnék. Ez a nulla fok, nincsenek kérdések. Nincsenek igazi, nyitott fölvetések. Csak követelések vannak, és be akarjuk az ideáinkat hajtani a világon és a másik emberen. És ez több mindenhez vezet, a kudarcélményhez, a frusztrációhoz, a magányhoz, alacsony szintű létállapotokhoz, széteséshez. És amikor ebből elegünk van, akkor elkezdünk ténylegesen tanulni. Nem pusztán könyvekből, hanem az iratlan törvényekből. És amikor a tudás összegyűlik, és már érzed, hogy a további tudás nem segít, akkor vagy a 90. fokon. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a tudása az önmagában elégséges. Nagyon sok könyv ezt írja, és sok tanító ezt mondja. De igazából a 180 fok tapasztalata nélkül nem tudod az azonosulást megszüntetni. Nem tudod az illúziókat felszámolni és nem tudod a személyiségedet birtokba venni. Van bennünk valami, ami nem az ember, de látja az embert. Tehát ahogy növekszünk, úgy van a gyermeki én, a felnőtt én, és utána a nem én, vagy a nem emberi én. És hát akárhogy nevezzük ennek az elérése nélkül, nem vagyunk igazán birtokban. Nem vagyunk önmagunk. Nem tapasztaltuk igazi önvalónkat. Honnan tudod, hogy ez nincs meg? A félelmeidből, a reményeidből, az illúziókból, a kényszerekből, amikor úgy érzed, hogy nincs választási lehetőséged és nincs utad, csak sorsod. Mindenki szeretne valamit átalakítani magában, és várjuk azt a pillanatot, amikor a 270 fok mágikus üstje megnyílik, és abban újra tudjuk kavarni az életünket nagyon sokan a 90 fokról rögtön szeretnénk a 270-re átmenni, és nem törődni azzal a sok erőfeszítéssel és tapasztalással, ahol a kevesebb a több ahol a kiürülés vezet a teljesség felé, ahol a lemondásból lesz valami később, amiről nem tudod, hogy micsoda, de valahol minőségibbnek kéne lennie, mint az, amiről lemondtál aki a 180 fok nélkül megy a 270-re, abból lesz a bűvészinas. Az énnyét beleviszi a saját teremtésébe, és éppen ezért a rabjává válik. Tudsz-e olyas valamit teremteni, ami fölött később nincs uralmad? Szándékosan ezt biztos nem tennéd meg. Nézd meg inkább az életválságaidat, ahol úgy érzed, hogy elvesztetted az uralmat valami vagy valakik fölött de leginkább önmagad fölött. Ekkor látszik, hogy egy olyan karmát teremtettél, amely fölött az uralmadat később elvesztetted. Ekkor jelenik meg a félelem. A remény, a vágyakozás a múltra, jelenre és jövőre való szétesettség. És hogyha tényleg a helyes tapasztalat birtokában végzed az átalakítás, átalakulás nagyszerű munkáját, akkor nem maradsz meg a 270 fok plazmaszerű állapotában, ahol nem vagy se szilárd, se folyékony, se gáznemű, semmiféle fix identitása nem bírsz, bárki lehetsz. Ha igazán felelősséggel viseled a szabadságodat, akkor egy olyan emberré válsz a 360 fokon, aki másoknak és önmagának egyaránt segít, ahol a külső és a belső törvénye nem válik szét ahol az egyén, a pár, a család és a csoport ugyanazt a törvényt követi. Ekkor a felébredés és mások segítése elsődleges lesz, ezt hívjuk Bóti Szatva útnak. És aki a 360. fokra visszaért, az látszólag semmiben sem különbözik az utca emberétől. Semmiféle megkülönböztető jelzést, énséget, címet és egyebet nem visel. Csak egy beteljesült életet él. A három hónapos gyakorlatok nyáron voltak a monszun időszakban, Sákjamoni butha idejében, akkor kezdődtek. Ahogy az idő haladt, a gyána iskolák, a meditációval főként foglalkozók szétváltak a szútrák és egyéb filozófiai irányzatoktól. Kínában a 9. század környékén már meghonosodott a téli elvonulás is, és dél korea az utolsó olyan Mahayana ország, ahol ez a rendszer még él. Három hónap télen, három hónap nyáron. Három hónapig ben dolgozol, utána kint tanítasz, utazol és éled az életet. Elképesztően kevés három hónap az életedben. De akik most végigülték a három hónapot, azok tudják, hogy milyen hosszú. Mennyi minden történik oda bent. Azért vagyunk itt, hogy magunkra lássunk, elérjünk valamit, ami több, mint önmagunk, és kevesebb, mint a karmánk. Hogy elérkezzünk abba a pontba, ahol az alfa és az omega nem válik szét. Abba az állapotba, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ezzel a tisztán látással, ezzel a jelenléttel felismerhetjük, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk. Valójában milyen emberi viszonyok vesznek minket körül és ekkor a helyes cselekvés vagy működés szintén nyilvánvalóvá válik. Ha sikerül a meghaladó bölcsességet helyesen tapasztalni, megszűnünk elkövetők vagy áldozatok lenni. Nagyon fontos, hogy ettől szabaduljunk meg. Az élethelyzetek többségében valamelyik vagyunk, valamelyik szerepébe beletesszük magunkat. Milyen szerepet válasz itt és most? Pillanatról pillanatra ki vagy? Sok-sok szerepet töltünk be az életünkben. Néha egyszerre többet is. Egyszerre vagy háziasszony, feleség és anya, vagy apa, férj, sofőr, védelmező és vadász. Ki a rendező? Mi a rendező? Ha ezt a rendezőt nem találod meg, akkor a szerepkényszerek uralnak téged. A körülmények áldozata vagy és mint egy fémgolyó a flippergépben a vonzások és taszítások akadályain keresztül mész, néha-néha csilingelve, de aztán leesve szépen az árokba, és vége. Mitől lesz tehát célja az ember életének? Mitől lesz értelme az ember életének? Szungszán mester azt mondta, eredetileg nincs oka célja és jelentése. De ha megtapasztalod ezt, akkor a nagy ok, a nagy cél és a nagyszerű jelentés megjelenik az életedben. Mert megteremthetjük, megadhatjuk és megélhetjük mindezt. Ne várd azt, hogy ezt kívülről megkapod. Ne várd azt, hogy a buddha természetedet valaki tálcán felkínálja neked emberi kötelességünk, hogy magunk és mások számára egy minőségibb megvilágosodottabb életet éljünk. Miért? Egy dologból következik csak mindenki ezen a földön, aki emberi testben van emberi lélekkel, szenvedéskerülő és boldogságkereső lény. Ez kirajzolja az akarat vektorát, kirajzolja, hogy valójában mit szeretnénk. És végül megmutatja, hogy valójában kik vagyunk. Mennyi szenvedést teremtünk magunk és mások számára? Mennyi boldogságot, szeretetet, bölcsességet teremtünk magunk és mások számára? Úgy tűnik, hogy az emberiség több ezer éve tudja a házi feladatot, és folyamatosan pillanatról pillanatra bukik minden tárgyba. Hogy lehet tehát haladni? Elsősorban belül kell a nem mozdulót megtalálni, hogy kívül tudj akár egy lépést is haladni az életben a megfelelő irányban. Az iratlan törvény alól nincs kivétel. Az univerzum működése vélemény független. Ahhoz, hogy megtaláld a helyedet, a saját énednek a falát kell lebontani, és a bontott anyagból utat építeni. És ezen az úton tudunk járni együtt. Haladni, egy olyasféle jövő felé, amelyet mi magunk teremtünk meg. Nem várhatjuk, hogy ezt helyettünk megcsinálja más. Amikor teremtő képességünkre rájövünk, akkor a szabadságot és a felelősséget esélyünk van együtt gyakorolni. Esélyünk van meglátni a fényt és az árnyékot, az alfát és az omegát együtt. Egyébként csak a karmánk ural minket. Egyébként mindig külső ágensekre és körülményekre hivatkozunk. Úgyhogy itt a lehetőség. Kinek van kérdése? Tegnap előtt körülbelül annyi időre sikerült megtapasztalnom valamit, nevezük ürességnek, amíg felemeled és ütszabottal. Ez majd lesz meditáció alatt, ez majd lesz hosszabb is vajon, vagy nem kell elkezdenem ezt próbálni megérteni, hogy mérestem le a lóról azonnal, ahogy mondtam, hogy hú, rajta vagyok a lovon, tehát hogy ez majd egyébként másoknak van olyan tapasztalata, hogy ez hosszabb adott esetben meditáció alatt? Vártad, mi? Ha gondolkodsz róla, azon nyomban leestél alóra. A nem gondolkodásba való visszatérés, a tiszta jelenlétbe, a tiszta tudatba való visszatérés a legnagyobb munka. Nem a kezdeti tapasztalása nagy dolog, a megtartása és a lóra való folyamatos visszaülés az a nagy dolog. Idézem nagymesterünket: megvilágosodást elérni nagyon könnyű, megtartani nagyon nehéz. Tehát nézd meg, hogy hányszor rúgjuk ki magunkat az édenkertből másodpercenként. Hányszor gyártunk le egy újabb önképet, hányszor hiszünk újra a dualitásainkban. Abban a pillanatban, hogy objektíváltad a jót és a rosszat, az önkép és a világkép közti különbséget, újra nagy munka van. Ezt hívjuk a karma újabb megjelenésének. Ezzel nem vagy egyedül, és uh, mihelyt elkezdted mérni, azon nyoman elvesztetted a mérés tárgyát. Mihelyt meg akartad tudni, elvesztetted a nem tudhatót. Nagyon nagy hitet és tapasztalatot kíván az, hogy te a nem tudható, de tiszta önvaló állapotában itt és most megmaradj. És ne akard definiálni, bezárni egy elméleti ketrecbe, gondolkodni róla, és megjósolható, hanem mindig újra termelni. Na, az elmének ezek a mozdulatai ölik meg az egészet. Ugye, hogy van? Az erről való leszokás a meditációs praxis. Eddig azt hitted, hogy a nagy kérdés, vagy a mantra, vagy a tér és a hang felfogása nem az elmének a felesleges mozdulatairól való leszokás, ez a meditáció. Csak így tovább. Nyugodtan zuhanjál le a ló bármelyik oldalára, utána pedig ülj föl vissza rá. Köszönöm. Szívesen. Mit tanácsolsz azoknak, akik három hónap után most mennek haza először? Hogy a testük nyugodtan hagyja el a templomot, de a lelkük ne. Ugyanis, hogyha kiereszted magadat így a világra, olyan elképesztő kontrasztélmény van, hogy elég nagy az esély, hogy valami hülyeséget csinálsz. Én emlékszem az első kiolcsém végére 27 évvel ezelőtt, nem akartam lemenni a enteremből a zenközpontba, 300 méter volt a távolság, és 80 decibel zajszint. Ott voltam még két napig, és a maradék zappelhet és a zenterem ürességében nézegettem, hogy nekem ez az élet így jó, én nem akarok lemenni oda, engem hagyjanak békén. Aztán szólt az emmester, hogy szükség van rád. Yes, sir, és már megyek is lefelé. Úgyhogy tedd, ami szükséges, de ne tedd, ami nem szükséges. Iszonyatosan fontos a tiszta tudat megtartása, és anélkül szétesik az egész. Tehát itt egy olyan instruktúra változás van, ami kint a külvilág szemében egy kicsikét sebezhetővé tesz. A tiszta tudat nem egyenlő a sebezhetőséggel. Az együttérzés nem naivitás, a bölcsesség pedig nem valami elvont gondolkodás. Tovább kell gyakorolni. Ha a tantien fókusz elvész, borul minden. És minél tovább vagy itt a tantien tiszta, jelenvaló, nem gondolkodó ükörszerű tudatosságában, annál jobban megszokott, hogy ez a normális. És nem az, amit rád kívülről. Nem az, aminek mondanak téged, vagy uram, bocsánat, te mondasz másokat. Nem a nullákra és egyekre bontott tapasztalás az, amiben élnünk kell. Hanem meg lehet szokni, hogy ebben a tisztában, ebben a pillanatban élünk. Ez viszont tovább kell gyakorolni. Ezért hallhattad azt, hogy ha azt hiszed, hogy elértél valamit, hiba, olyan gyorsan szállsz a pokorra, mint a kilőtt nyíl. De ha azt hiszed, hogy nem értél el semmit, az is hiba, mert akkor elpazaroltál három hónapot. A további gyakorlás az egyetlen egy esély, hogy ez bármiféle instruktúra vagy önkép ráépülése nélkül tovább tudjon folytatódni. Ha bármit ráépítesz, az a kéreg, az a fal, az lesz a legnagyobb akadály. Tehát ettől az önképtől ments meg uram, minket. Egyéb kérdés? A szívszutrában az van, azál, hogy minden jelenségnek üresség a természete, és sokat beszélünk buddha természetről. Ez a kettő egyébként ugyanaz, csak a szívszutrában így fogalmaznak. Ha azt mondod, hogy ugyanaz hiba, különböző az is hiba. Mit látsz akint? Nap, napsütés. Napsütést látsz. Ez üresség természet, vagy buddha természet? Napsütés. Kész. Itt megálltunk. Napsütés. Ezért gyönyörű tanító a természet. Ezért mondta Gyógyi, hogy kérdez meg egy fát. Sokkal jobb tanító a természet, csak az elmének nem elég. Az elmének valami egyéb kaja is kell, és ezért gondolkodunk. Ha helyesen gondolkodunk, akkor jó a tanítás, a helytelenül akkor rosszul. De a természetműködés és a mi működésünk eredetileg nem különbözik. Csak mi az én falával leválasztjuk magunkat a természetről, és ezért elveszítjük emberi mi voltunkat. Úgyhogy a napsütés és a madárdal az eredeti tanítónk, ahol minden ilyen buddhista fogalom szépen elpárolog. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Lehet úgy szeretni valakit, hogy közben nem félsz attól, hogy elveszíted? Csak úgy lehet szeretni valakit, hogy nem félsz tőle, hogy elveszíted. És akkor hogy jelenik meg a félelem attól, hogy elveszíted? Hogy nem szereted teljesen. Ha teljesen szereted, nem fér oda a félelem. Mi az a rés, ahol a félelem utat talál? Mi az, amikor nem bízol magadban vagy a másikban? Ott valami sötét volt van a tükrön. Valamit nem merek bevallani magamnak, vagy a másiknak. Valamit nem látok tisztán, mert nem vagyok hajlandó tisztán látni, illetve elfogadni a másiktól, úgy, ahogy van. Ezt kell orvosolni, mielőtt a félelemből pánik lesz, és valaki elkezd rohanni, maga se tudja, hogy merre. A tükör tudatban van eredő, tehát ki tükröz kit? Ezt így lehet tudni. Nem. Nincs eredő, vagy nem lehet tudni? Egyik sincs olvasd el a szívszútrát még egyszer. Amelyen szépen leírtad. Gyönyörű kínai karakterekkel. Remélem segített. A tükrözés az nem utánzás. Nem utánzás. Így van. Csak mert belefutottunk olyan helyzetbe így a kölcsi alatt, hogy elkezdtem megbeszélni az illetővel, hogy mi történt, és azt mondta, hogy tükröztelek. Az közben igazából utánzott, és, és nem tanultam belőle semmit. És hát nem volt a helyén a dolog. Ha a tükrözés és az utánzás közötti különbséget szeretnénk érzékeltetni, el kell menni az állatkertbe. Ott csak utánzás van. Tükrözés nincs. Az ember az intelligens módon tudja tükrözni a világot és a másikat, az állat csak utánozni tud. És ezzel az állati intelligenciát nem becsülöm le, csak más, mint az emberi. Tehát ha interjú alatt valaki utánoz, akkor azt mondom, hogy hát ne szülessél újra papagályként, Úgyhogy tessék adni egy korrekt választ. Ha valaki utánoz téged, akkor valójában elbújik az utánzás mögé. Mert saját magát akarja akkor megszüntetni, vagy egy kicsit letakarni. Ilyenkor rákérdezhetsz, hogy kit utánzol? Magadat? Engem? És akkor esélyes, hogy le fog pattanni az énnek a rétege a tükréről. Ha hagyja. Jó? Néha úgy érzem, hogy nagyon nehéz másoknak segíteni. Próbálok megmaradni a középpontomban, de vannak pillanatok, amikor egyszerűen fáraszt válaszolni, hogy ez ellen csak maradjak meg a középpontban, és csináljam. Rövid válaszokat kell adni. Köszönöm. Köszönöm a tanításodat most is. Mikor nincs energiánk? Ez a kérdés. A meditáció egyik legfontosabb tapasztalata, hogy egy pillanatban így felmegy az energia szinted, és nem tudod, hogy mitől. Ha a karmád nem uralja le, akkor meg is marad. Ha nem, akkor ilyen gondolat és érzelem tűzjátékban az egész elmegy. Tehát ezt a töbletet úgy tudod megtartani, hogy a jelenléted nem mozdul. Tehát anélkül, hogy te bármit duálisan akarnál attól az embertől, akinek segítesz, légy jelen. A legnagyobb segítség az, hogyha például úgy látod azt az illetőt, ahogy ő van. És még nem szólaltál meg. Egy darab mozdulat nem volt semmi, csak belül te pontosan úgy látod azt az embert, ahogy van. Tudomásul vetted. Ez az együttérzés legfontosabb, nulladik foka. Honnan tudod, hogy ez működik? Hogy megbízik benned. Egy olyan embernek nagyon nehéz segíteni, aki nem bízik meg benned. És aki megbízik benned, azt már segítetted is. Nem helyette kell elvégezned a munkáját onnan tudod, hogy jól segítesz, hogy az illető autonómiája nő, és elvégzi azt a feladatot, amelyről addig azt gondolta, hogy ő képtelen rá. Kezébe adtad az eszközt, de nem végezted el helyette a feladatot. Úgyhogy úgy segíts, hogy ő is felébredjen, és segítővé válhasson. Ha úgy segítünk, hogy lefokozzuk a másikat, és elveszük az autonómiáját, és helyette dolgozunk, helyette végezzük el a munkát, akkor valójában nem segítettünk, csak azt hisszük, hogy azt tettük. Ha jó segítesz, abból kölcsönös energia, gyarapodás, növekedés származik. Ha rosszul, mind a kettő energiát veszít. Nem csak te. A másik is. Én nem érdekel. Én nem tudom megcsinálni. Mondja, de nem hiszem. Valami nem működik. Miért nem tudok kitartani? Mi az, ami abba hagyatja veled azt, amiről korábban eldöntötted, hogy végigcsinálod? Mi az? El is felejtem, hogy miért kezdtem, talán. Mikor veszíted el a hitedet valamiben vagy valakiben? Ha csalódom a fantáziámban, amit felállítottam felé. Elmondtad a kulcs kifejezést. Csalódtam a fantáziámban, magyarul illúzióvesztés állt föl. Tehát illúzióvesztés esetén lecsökken a hitünk, az energiánk, nem folytatjuk, és a többi. Egy kivétel van ez alól. Ha az elején már beprogramozod, hogy a haladás közben te illúziót fogsz veszíteni, na, akkor nem csalódsz. Az elején meg van mondva, mint például itt, aki belép ebbe a zenterembe, pontosan tudja, hogy itt illúzióvesztés által fog haladni. Na most, amikor egy embert mélyebben megismersz, a folyamat nagyon hasonló. Tehát folyamatos illúzióvesztés árán tudod meg, hogy ő valójában kicsoda. Folyamatos illúzióvesztés árán tudod meg, hogy te ki vagy. Ha erre fölkészülsz, ez egy felnőtt gyakorlat. Az élet minden helyzetében és mindenféle kapcsolatában. De ha nem bírod ki a fantáziák elporladását, az illúziók elvesztését, akkor mindig gyermek maradsz, aki fölülről, aputól és anyutól várja, hogy a világ jó legyen. És az legyen, amilyennek te szeretnéd. De sosem lesz olyan, mert nem teremted meg. Nem mész az úton. Nem bízol önmagadban. Ehhez kell az a változás, aminek a három lépését az előbb a bevezetőben elmondtam. A tudás, a tapasztalás, az átalakulás, és ezt lehet hasznosítani később. Egyébként csak illúzióvesztés van úgy, hogy te azt nem akarod. Mi lenne, ha akarnád? Ha felkészülnél rá, ha elfogadnád, sőt, hasznosítanád azt, hogy végre illúziót veszthettem, végre a realitás talaján állok két lábbal, és belenézek az ismeretlen szemébe, hogy ismert legyen. Mi a hit, és hogyan lehet erősíteni? Miért jöttél ma ide? Mert jó volt itt. És visszavágytam. Akkor elhitted, hogy a következő is jó lesz, így van? Igen. Na ez a hit, ezt kell erősíteni, úgyhogy még egyszer jössz. Jó. Köszönöm. Azért szeretek a kérdéseidre válaszolni, Ervin, mert nagyon kevésből nagyon sokat tanulsz. Most is így történt. De a többiek kedvéért elmondom, hogy itt a tapasztalásból van a hit, és nem valamilyen írás vagy ideológia bebiflázásából. A tapasztalás az igaz önvalónk tapasztalata végső soron. De ha már csak egyetlen pillanat tiszta tudatod van, ahol tisztán hallod a madártalt, és tisztán látod a napsugárzását, akkor esélyes, hogy belül is előbb-utóbb tisztán látsz, és rálátsz arra a karmára, amit viszel. Amennyiben rálátsz, Annyiban hihetsz önmagadban. Ez a látás az, amiben hihetsz. Tehát a tapasztalat és a hit itt nem válik szét. De igazából a transzcendens mi voltában nyeri el önmagát. Igen, higgyük el azt, hogy csivitelnek a madarak és kincsüt a nap, és itt ülünk sokan. De azt is tapasztalni kell, ami elhiszi ezt, ami tapasztalja ezt azt az állapotot, ahol az alany és a tárgy nem válik ketté, ahol az én és a világ nem válik ketté, ezért többet kell dolgozni. Ezért is térünk ide vissza, hogy ezt a tapasztalást letisztítsuk, ahol az egyévvállás megvan, ahol az én, mint a csepp fel tud oldódni az óceánban, és az óceánnál válik, de nem veszti el a csöpségét. Ezért is érdemes visszajönni mikor tudjuk azt, hogy nem a karma világát éljük, hanem a darmát. Tehát, hogy, hogy, bizonyos karma terheket már letettük, és hogy, a, hogy tényleg a, átléptünk a darma világába, ez az egyik, ami most engem nagyon foglalkoztat. Nek két feltétele van, be kell fizetni az összes sárga csekket, és ekkor a pénzügyi karmát megoldottad. A másik feltétele, hogy már nem félsz a fejléces levelek felbontásától, akkor a hatalommal való viszonyt is letisztáztad. És ekkor a karmának ez a két legnagyobb bugyra már nem a veszélyes ismeretlennel fog téged sújtani, hanem megláttad a törvényt. A dharma az törvény, a világ törvénye, az ember törvénye, amely mindenkire ugyanolyan igaz, amely véleményfüggetlen. Komolyra fordítva a szót, hogy ha tényleg látod a törvényt és a működést, akkor esélyes, hogy felismered a helyzetet helyesen megfelelően teremtesz kapcsolatot és működsz. Ezt onnan tudod, hogy nem félsz. Ekkor vagy a darmában, a törvényben. Egy év válsz a világegyetemmel, hogy meg kell ismerni a törvényt és nem eltávolodni tőle, és akkor vagy a darmában. De amíg testben vagyunk, mindig van karma. A karma nem végzet, nem sors, nem átok. A karma az az ok és az okozat. Annak a működése, felhalmozódása, identitássá formálása, ez mind karma. A négy legfontosabb karma csatorna az érzékszerveken kívül a gondolat, az érzelem, a beszéd és a cselekedet. Ezek annyira fontosak, hogy naponta háromszor leborulunk az őket képviselő bóthiszatvák előtt. Hogy tisztán lássunk, tisztán gondolkodjunk, tisztán érezzünk, tisztán beszéljünk, tisztán cselekedjünk. Az ötödik, ez a tisztánlátás, a sákja féle minőség, az az első, és utána jön a négy, a valókítésvara, Manjushri, Siti Garba és samanta Badra. Házi feladat, megnézed, hogy melyik név melyik csatornához tartozik. Jó? Ennyire fontos. És amikor a törvényben vagy, helyesen cselekszel, beszélsz, gondolkodsz és érzel, ezt hívjuk a személyiség eredeti integritásának, ami nem függ külső megerősítéstől. Ennek az integritásnak az egyik legtermészetesebb kimenetele, hogy te autentikusnak, önmagadnak érzed azt a személyiséget, azt az avatárt, amit viszel. És a harmadik lépés az integritás és autentikus személyiség után az a hitelesség. Hát az a fajta hitelesség, ami az integritáson és az eredetiségen nyugszik, az megint csak nem külső elemzés és vélemény függvénye. Ezt a hármat tudod megvalósítani akkor, hogyha látod a karma törvényét, amely a dharma, és ehhez kell a gyakorlat. Ha tudom, hogy az illúzió az nem létezik, akkor hogy szólalhat meg ilyen hangosan a fejemben? Ez a tudás, ami az illúzió nem létezéséről szól. Ez létezik? Megütlek ne, nem. 30 szor. Vert ki a fejedből az egészet. Egyéb kérdés? A bizalomnak előfeltétele az önbizalom? Értem ezt úgy, hogy vettem észre olyat, hogy valaki felé együttérzően fordulok, felteszem a kérdést, hogy miben segíthetek, és nem alakul ki a bizalom, és nem, nem nyílik meg. És azt általában olyan személyeknél vettem észre, ahol felfedeztem az önbizalom hiányt. Mások önbizalmát nagyon nehezen tudod erősíteni, ez egy hosszabb folyamat, a sajátodnak meg kell lenni. De kezdheted bárhol, kezdheted a mások segítésénél, vagy kezdheted a saját önbizalmad erősítésénél. Én az elsőt javaslom. Felépítesz egy önbizalmat, amiben még van önkép, az biztos, hogy borulni fog. Segítesz valakinek, nem tudod, hogy mi lesz a vége, csak látod, hogy az irány helyes, a módszer helyes, és onnantól kezdve, hogy ez megvalósult, önbizalmad van. Az már tapasztalati alapú. Nem konceptuális, nem elméleti, nem modell, hanem tényleges tapasztalaton alapszik önbizalom és egy másik emberben való bizalom, ezek bizony összefüggenek. Nézd meg, hogy mennyire. Valójában ugyanannak az éremnek a két oldala. Látsz egy embert, aki nem tud tőled segítséget elfogadni, holott te teljes szívvel ott vagy és adnád, és miért nem? Mert nem bízik meg elsősorban magában. És ezért nem bízik meg benned sem. Tehát tanítsd meg őt arra, hogy bízzon abban, amit kap tőled és akkor előbb-utóbb elhiszi, hogy az tényleg jó neki, és lássa tisztán, hogy hogy működik az, amit te segítségként felajánlasz. És akkor az önbizalma is egy kicsikét visszajön, miután megtanult bízni benned. Egy olyan karmát sikerül folyamatosan meglátni és feloldani, most már több éve, hál' Istennek, és a zenben ez úgy erősödött meg, hogy már lepattan a tükörről, ha jön a szituáció igazából a hűtlenségről beszélünk, és azt szeretném kérni, hogy erről, ha mondanál pár szót, tehát pár kapcsolatról beszélünk két ember közötti, mert mostanában az történik, hogy akikkel találkozom, és ilyen jelen van az életükben, kb. terapnak használnak, energiát is néha vesztek, akkor gyorsan surangam a ezer szem és kész útra, stb. otthon, meg meditáció, és utána megint sokkal jobban vagyok. De szerintem lehet, hogy sokakat érdekel, hogy a hűtlenség egy párkapcsolatban, tehát hogy azzal úgy hogyan lehet és mit kezdeni? Az a kérdés, hogy melyik fél jött el hozzád, aki hűtlen volt, vagy akihez hűtlenek voltak, ez nem mindegy. Általában az jön el hozzád, aki az áldozat, és akihez hűtlen volt valaki. És ilyenkor meg kell tanítani őt arra, hogy lássa meg, hogy miért volt eredetileg a kötés. Miért lett a társa az az ember, aki később ugye hűtlenné vált. Ha azt az eredeti, kapcsolatot, azt az eredeti szerelmet és energiát újra tudják tapasztalni, akkor esélyes, hogy a hibák megbocsátása után újra lehet kovácsolni a kapcsolatot. De ez mondjuk mind a két fél kellene. Ha véletlenül a hűtlen személy volt olyan őszint, hogy elment hozzád és tanácsot kért, akkor nyugodtan küld tovább ezen az úton, hogy legyen még hűtlenebb legyen hűtlen a kutyájához, ne csak a társához, legyen hűtlen az autójához, legyen hűtlen az ételhez, az italhoz, a levegőhöz, a szeretethez, és nyugodtan maradjon egyedül a hűtlenségével. És amikor már megunta, amikor már tényleg olyan magányos és elesett, akkor megérti, hogy a hűség az mi, hogy mekkora érték. Hogy nem valakinek a normatíváját teljesíti azzal, hogy hűséges, hanem felnőtté válik. Minden hibát lehet javítani, de egyiket sem lehet meg nem történtét tenni. És ha ezt tudja, akkor talán más utat választ. Óriási kérdés, hogy akihez hűtlenek voltak, mennyire akar vagy tud megbocsátani? Mennyire tud hinni a másikban? Ehhez elképesztő belső átalakulásra van szükség hogy lássa azt, hogy igen, tudok benne újra hinni, és ne fél megoldásokat vágjunk egymás fejéhez. Tehát a kölcsönös elköteleződés az egymás felé szent. Mert mind a ketten úgy gondoljuk, hogy abszolút értékű a kapcsolat. Tehát ha a férfi úgy érzi, hogy a nő személyében az egyetlen társát látja, akkor a tízezer nő visszatért az egybe, és ez az, az egy az övé. A nő is érezheti úgy, hogy a tízezer férfi visszatér az egybe, és ez az, az egy férfi az övé. Ez a kölcsönös elköteleződés. De ha ez megszűnik kölcsönösnek lenni, akkor nagyon-nagyon fájdalmas és mély vizsgálat kell, hogy ezt újra akarjuk rakni, vagy sem. Hogy a hibát ki akarja javítani. A másik fél. Vagy sem. És a legfájdalmasabb kérdés az, hogy én hogy vettem részt abban, hogy hozzám hűtlenek lettek. Mit tettem, vagy mit nem tettem azért, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy minden személy közötti karma kétféle múlik. Ha csak egy fél ezrelékben rajtad, akkor az annyi. Ha 99,9%-ban, akkor az annyi. Nézd meg a saját részedet, és azt tisztítsd ki. És akkor esélyes, hogy a másik is kitisztítja a sajátját. De ha nem, akkor külön válnak a felek, és mennek a saját útjukon, és elvész minden, amit beletettek a kapcsolatba, kivéve azt a tapasztalatot, hogy a legközelebbit hogyan csináljuk, és hogyan ne. Az elmúlt egy évben eléggé visszafogott életet élek otthon magányosan szinte. Mert egyrészt ugye a kialakult helyzet miatt, ami nem kéne, hogy befolyásoljon, tehát ami most a világban zajlik. De az a furcsa, hogy jól is érzem magam. Tehát nehezen megyek ki az emberek közé, mert nehezen viselem azt a fajta agressziót, ami az elmúlt egy évben így úrá a környezetemen, meg úgy a világban, ha lehet ezt így mondani. És most nem tudom, hogy ez így jó, hogy én ebben jól érzem magam, a magányban, vagy... Hát nem tudod ezzel mit kezdeni, igazából. Érzed is... az agresszióta? Igen. Akkor valamit rosszul csinálsz a magányban? Uh -huh. Valószínű. Igen. És ezt téteti föl veled a kérdést, mert érzed, hogyha ez az állapot tovább tart, akkor még jobban érzed magad a magányban, és még jobban felsz az agresszióta. Hát Igen. valójában nem érzed jól magad. Uh -huh. Igen. Tehát hogy tudsz úgy emberek között lenni, hogy érzed azt az energiát, ami uram bocsánat, nem csak agresszió, annyi minden egyéb, amivel egy centi közösséget nem akarunk vállalni, de mégis ott van az embertársunk, és a jelenlétébű pedig gyűn, így egyenes adásba, így minden, az összes karma csatornán az a fajta sóműsor, amivel semmi, de semmi közösséget nem akarunk vállalni. Na, ilyenkor mit csinálsz? És ilyenkor javaslom, hogy lásd meg az emberben azt, amit ő nem lát magában. Lásd meg azt a természetet, azt az emberséget, és ahhoz beszélj, ha kell. Azzal együtt cselekedj, ha kell. De ha leragadsz a karmájánál, akkor az agressziója elpusztít. Ne a karmáján keresztül vett tudomásul. Az emberi mi voltán keresztül vett tudomásó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. A határa a kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy. Nekem olykor nehézséget okoz, hogy megvédjem a határaimat, és azt is észreveszem, hogy olykor akaratlanul megsértem mások határait. És hogy ö, ezt hogyan tudnám úgy kezelni, hogy még időben elcsípjem, hogy, ö, hogy nem utólag, hanem a helyzetben tudjam ezt rugalmasan kezelni. Hát ott vannak a svájci alpok. Azok nem tanítják meg a határokat? Tehát nem könnyű keresztül jönni rajtuk, azt elmondtad. De hát határaink azok valójában hol vannak, ott, ahol tudsz nemet mondani. Ahol el tudod különíteni a magad és a mások cselekedeteit, gondolatait, érzelmeit és beszédét. Ezeket a határokat fel kell ismerni és respektálni kell. Hogyha nem tudod tartani, akkor túlságosan aggódsz azért, hogy kivívod mások nem tetszését. Az az első, a nulladik pont, hogy nem félsz mások nem tetszésétől akkor, amikor határokat szabsz. Ezt meg tudod csinálni? Folyamatban van. Nem mindig. Nem. Hát azon, azon leszek, hogy ezt így. Most négyszer tértél ki a szigorú szempillantásom elől, láttad? Ilyenkor nyugodtan kimondhatod azt, hogy igen. Hát nem volt túl határozott, hallod. Hogy igen, vannak határaim. Igen, vannak határaim. Hát tényleg átmegyek valami verbászugesztiós life coach menedzserbe, hogyha itt tartunk. A lényeg az, hogy ha nem szabsz határokat, akkor az egész világ át fog rajtad menni úthengerrel, tankkal, szekérrel, talicskával, ki mivel akar. Azt mondta, hogy idáig jöhetsz, innentől kezdve nem. Hidd el, nagyon jó hatással lesz a környezetedre, rád is, és utána tudsz ajtót nyitni. Ha nincsenek határok, nincs határátkelés sem. Oké? Okay. Egyéb kérdés?